Kocsis Tibor délelőtti énekes vendégünk nem csak a hangját tökéletesíti, hanem a testét is állítólag, és hát állítólag csúcsformában van, de hát erről most akkor megkérdezzük összemélyesen. Ez a hír, a folyosói pletykák voltak. Maradjunk annyiban, hogy dolgozom rajta. Most dolgozom igazából rajta. Ez a január-februári időszak, ez ilyenkor mindig az, hogy egy kicsit elhagyja magát az ember, vagy hát a tél úgy általában. Hát a karácsony utáni időszak. Igen, és akkor... még mindig a karácsony után van, tudod, így másfél-két. Még júniusban is tudod, erre fogunk. Én amikor beszélgettem tegnap ismerőseimmel, és mondtam, hogy holnap te jössz be hozzánk, és csúcsformában vagy, tőlem a hölgyek azt kérték, hogy mindenképpen vetkőztesselek a leírásban. Ezt szeretném feltenni ezt a kérdést, de az se baj, ha eltolod, csak mindenképpen ígérd meg nálunk, hogy amikor úgy érzed te saját magad, hogy na most van az a pacek és az a forma, amivel te bátran kiállsz, akkor itt leszel nálunk és a textilt ledobod. Mindenképpen. Itt de addig kis trikóban addig láthatunk, hogy igen, hát az igazság, hogy ez a kép, ez régebbi. Meg ez egy, picit meg van húzva, én úgy láttam, kicsit meg van fényelve, tehát a mellkasának a mélysége, az egy kicsit ott igen, kicsit a fényekkel ott játszottak. Igen, kicsit tükköze van, az igaz, viszont ez tavaly nyár, és mondjuk ahhoz képest most mi az, amit ettél ott éppen? Az hal, bármilyen is látszik. Tilápia? Azt hiszem tilápia, igen. Tilápia. Is, illetve hát cukkini. Igen, azt szeretnék elmondani szakértőként, jó, most már mi a Vivivel teljesen ki vagyunk itt képezve, hogy a fehér rizst azt nyugodtan cseréld el, vagy barnára, vagy basmati rizsre. Basmatit szoktam. Nagyon jó, akkor ez egy tökéletes választás. Szerintem tök finom. Na de miért kezdted el? De miért fontos számodra? Azt még látjuk, ugye, hogy volt neked egy térsérülésed is, mert azt gondoltad, hogy tudsz síelni. Azt gondoltam, hogy tudok síelni, igen. Na ez is egyébként visszavetett egy kicsit. Itt még rajtam is van ez a térdvédő. Igen. Váradi Zolival edzek egyébként. Aha, én ismerem a fiatal embert. Ismered a fiatal embert? Ő a testépítő versenyeken annó elindult. Na igen, én most vele, ő a nagy segítségem, tehát vele edzünk együtt, és ez nagyon sokat segít nekem, hogy motiváljon. Az igazság, hogy én az a típusú ember vagyok, aki úgy megy le az edzőterembe, hogy ha valaki ott van és segít neki, akkor sokkal jobban mennek a dolgok. De egyébként ez szerintem fontos. Két dolog miatt is fontos. Egyrészt azért, mert ugye te egy előadó művész vagy, ezért nagyon fontos az, hogy mindenképpen sérülésmentesen tudjál edzeni és felkészülni. Ez nagyon fontos, hogy szakembernek a segítségét kérjed. Valamint azért, mert szerintem nagyon sokan eltévednek úgy az edzőterembe, oda mennek és elkezdenek telefonálgatni, válaszolnak az SMS-re, gyorsan az Instára tolok egy selfit. Igen, hát az a másfél óra, amit lentöltesz egy teremben, az legyen akkor egy abszolút aktív időszak, amikor oda koncentrálsz, mert nagyon sok minden el tudja nyilván vonni a figyelmet. A sport, mint olyan, bocsánat, kiskorod óta fontos szerepet játszott az életedben, vagy ez felnőttkori tudatosság? Abszolút felnőttkori, képzel el. Sőt, én ilyen kifejezetten pufók kisgyerek voltam, sőt, nem is kicsit, hanem nagyon, sőt, még tinédzserként is, amit így sokan mondják, hogy nem is nagyon tudják elképzelni, de én voltam 100 fölött is bőven, és ez nem izomban volt. Folyamatosan 100 fölött vagyok. Na jó, de pont ezt akarom mondani, hogy nem mindegy, hogy az a 100 kiló miből tevődik össze, nekem nem pont abból, amiből kellett volna, és aztán valahogy felnőtt koromban 18-20 vagy még a fölött kezdtem el tudatosabban odafigyelni a kajára, meg úgy általában arra, hogy... Mi az, ami zavart először? Hát az, hogy belenéztem a tükörbe és utáltam azt, amit látok, vagy visszanéztem magam egy felvételen később már mondjuk, tévében akár, és azt láttam, hogy tudod, magadat kívülről mindig valahogy vagy egy fényképen máshogy látod, mint amikor benne vagy a saját bőrödben, és akkor meglátod, és akkor meg tudsz lepődni. Hogy fú. És a bőrödön kívül mi van éppen most veled? Ugye azt látjuk, hogy edzel, de mondjuk mi van most a művészettel, mi van az előadással? Készül egy új klip, azon dolgozunk hamarosan, most már leforog, és akkor majd azt is így bemutatom nektek. Illetve koncertekre készülök, lesz egy Queen ilyen tribute koncert, ahol Queen dalokat fogunk énekelni többet magammal, a Budapest Jazz Orchestra lesz a kíséret. Azt hiszem Wolfkati is ott lesz, ez egy nagyon izgalmas dolognak ígérkezik, én nagyon szeretem a Queent, és énekeltem is már többször, de ilyen komoly zenekarra még. Jó, de azt tudod, hogy Queen notákat énekelni, az nagyon komoly állóképességre van szükség. Az biztos. Ami neki megvan. Mindenképpen otthon vagy nem vagy edzésen, holnap figyelj minket, mert nálunk téma lesz holnap az állóképesség itt a Fennel Cafében. Figyelj, te is figyelj, Krisztián. Így van, neked pedig nagyon szépen köszönjük, és hát várunk vissza akkor a tökéletes formában. Jó, rendben, köszönöm szépen.